Azt mondja Szandi, hogy mert testi órán neki szaladtál a falnak, Tibi szerint pedig a menzára futottál. És egyébként te válaszoltál, jó? Igen, a történet az, hogy sose fogjuk elfelejteni ezt a napot. December 6-a volt, általános Mikulás általános iskolás voltam, és leesett az első nagyon pihe, puha hó. Anyukám mondta, hogy vegyem fel a hótaposómat, mert hogy ugye ez nagyon csúszós, nagyon veszélyes, de hát ugye már általánosban is nagyon menőnek kellett lenni, úgyhogy én az ilyen kis divat csizmát vettem fel, és akkor gyorsan elmentem a suliba. És én borzasztóan szeretek enni a mai napig. Ott is az volt a legfontosabb, hogy a menzán, a sorban én legyek az első éppen ezért. Az egyik épületből a másikba zsebre dugott kézzel, abba a kis divat csizmába szaladtam át, és elcsúsztam, tehát ugye a kezemet se tudtam letenni, az már maradandó fog volt, és pont olyan szerencsétlenül estem el, hogy nekem ez a fogam tört ki teljesen, úgyhogy az gyökérkezelni kellett, meg egy óriási nagy procedúra még a mai napig, ez az egész fogmizéria. Látod, mert nem fogadtál szót mert nem fogadtam szót anyunak, igen, úgyhogy azóta sapka, sál, kesztyű, hótaposó, három zokni, de hát már ugye mínusz egy fog, úgyhogy igen, a menzára siettem most ennyire. Most jön a globális felmelegedés szerintem. Igen.